Üdvözlök mindenkit! Itt a Magyar Mennydörgő beszél, és a mai nap folyamán folytatni fogjuk a Mega Man Battle Network 2 végigjátszását Retroplay sorozatunk keretében. Ahogyan azt már az előző részben is tapasztalhattátok, nem minden sikerül mostanában a videózás terén. Ez alatt itt most ebben az esetben kimondottan arra gondolok, hogy ismét ki fog maradni pár része a végigjátszásnak, de ismételten csak olyan részek, amelyek a legkevésbé sem mondhatok izgalmasnak, úgyhogy igazság szerint nem maradtatok le semmiről. Nagyjából összefoglalnám, hogy mi történt az egyébként nem az én hibámból, vagy hát részben az én hibámból, nem érdekes, kimaradó rész felvett anyagban. Ugye a második epizód végén gyakorlatilag egy ilyen kis Luffy formájában, egy palackpostában értesültünk arról, hogy valaki szeretne egy Yamlandből kapcsolatba lépni velünk. Ugye Yamland az egy hely, amit jelenleg még egyelőre nem találtunk meg. Majd megfogunk. Megkíséreltem viszont eljutni Yamlandbe a hálózaton keresztül, viszont még mielőtt eljuthattam volna oda, kedves netnevünk Mega Man jelezte, hogy ahhoz, hogy eljussunk oda, ahhoz meg kell szereznünk az úgynevezett A-licenset. Ugye ez annak az ilyen igazolvány vagy engedélysorozatnak a következő lépése, amiből a Z és a B kategóriásat már megszereztük előző epizódjaink során. Itt most az A-licenssel kapcsolatban annyit kell elmondani, hogy ezt úgy tudjuk megszerezni, hogy végre kell hajtanunk három megbizatást. Ezeket a megbizatásokat a már korábban láthatott Marine City-ben, vagy Marine Harbor-ban, ahol ugye azt a Békanet nevis riporter asszonyt is megtalálhattuk, ezt ott tudjuk felvenni, és el kell végezni a hármat. A kimaradt részekben kettő ilyet már elvégeztem, de bevallom őszintén nem maradtatok a semmiről, mert ezek igazság szerint csak ilyen hozd vissza kategóriái küldetések. Ugye ez, amit már korábban ezeket ilyen fetch, tudjátok, mint amikor a kutyának eldobják a botot, és akkor ez a hozd vissza kategóriái küldetések. Ezekből igazából nem maradtatok le semmiről, kettőt elvégeztem, a harmadikat a mai rész folyamán fogom elvégezni, és remélem, hogy a mai rész folyamán még el fogunk jutni olyan izgalmasabb részekre, amivel nem fogjátok halálulni magatokat, amikor látjátok. Viszont még mielőtt elkezdenénk ezt a mai végjátszást, beindítok egy stopper órát, hogy láthassam, hogy mikor jár le az egyébként a felvételre szánt egy óra. Igen. Kezdjünk is bele. Főmenü. Folytatás. Igen, ahol most vagyunk, ez úgynevezett ez a Koto tér, vagy Koto Square. Nem, ha nem kívánjátok, hogy lefordítsam, ezt jelezzétek. Itt kellett elvégeznünk ennek a netnevinek a számára egy második... Itt fejeztük el a második próbánt, második munkát, megbizatást. És a harmadikat felvenni most fogok elmenni, viszont előtte kicsatlakozok innen. Szerencsére a táblának a közelébe csatlakoztam be, annak a táblának, ahol ezeket a munkákat fel tudjuk venni, ami itt van. Ahogy láthatjátok, itt ennél a kettőnél már R betű van, ami azt jelenti, hogy ezeket elvégeztem. Gondolom ez az olvasottnak a rövidítése, hogy Red. A harmadiknál pedig úgy tűnik, hogy egy elveszett programot kell majd megtalálnunk. És ehhez a második epizód során végigjárt Okuden völgybe kell majd mennünk. Hát... A folyó közepén fog várni minket. Hát elfogadom, nagyon nincs más választásom, menjünk oda. Vegyünk egy vonatjegyet. Természetesen a rossz vonatjegyet vettem meg, mert én is gyorsabban kattingatok, mint ahogy az agyam jár. Inkább úgy fogalmazom, hogy a kezem gyorsabban jár, mint az agyam. Haladjunk is tovább. A folyó közepén fog várni engem, azt mondta, de hogy a folyó, ő lesz az, biztos ő lesz az, ő még a múltkor nem volt itt. Oké, mégsem ő volt az. Hát, hibázik az ember, ezen nem újjék. Itt lesz, akkor biztosra veszem. Lehet, hogy ő lesz az. Oké, mégsem ő az. Hát, akkor a kisrác. Nyilván nem a kisrác, szemért adna egy... hivatásos... Na, ő lesz az.
Ah, remek, nem igaz. Oké. Okay. Jól van, előbb-utóbb csak megtaláljuk. Itt hátul nincs. Oké, okay, itt sincs. Semmi baj. Akkor biztos itt a táborhelynél lesz, ugyan itt is be lehet sétálni itt a vízre. Valószínűleg itt a... Itt ezeken a kős... Ő lesz az, biztos, hogy ő lesz az. Aha, meg is van. A fiának a programja elveszett a neten. Valahol a Den zónában lesz, ami ugye az eredeti a szülőváros, az AC/DC Townnak a netes területe. Aha. Hát gyakorlatilag nyilvánvalóan milyen más célpontot kapnánk, mint a lehető legtávolabbit. Vissza kell mennünk AC/DC városban, felcsatlakozni az internetre. És onnan akkor el fogjuk tudni érni az elveszett programot. Na már most nekem van egy olyan érzésem, hogy itt is lett volna egy hely, valahol fel tudtam volna csatlakozni magára az AC/DC városbeli net hálózatra, de ez most már később állat, megyünk haza és felcsatlakozunk. Különben, ha felcsatlakozunk, az azért jó, mert ugye a házunkban található jack-in port, nevezzük így, ugye ahol be tudunk csatlakozni az internetre, az legalább a Den zóna elejéről kezdi a dolgot is. Egy aztán többiről hegyire átvizsgálhatjuk az egész internetet. Újabb vírusok. Semmi baj, mert ezeket hamar elintézzük egy bombával. Igen, ezt most kontextusból kiragadva félrejthető lett volna. De ezeket elintéztük. 10-es rangú busting level, nem már csak egy jobban az S rangú, de hát az... az nem mindig jön össze, sőt az igen ritkán jön össze. Elnézést azzal, hogy itt össze-vissza rohangálok, de nyilvánvalóan mindent át kell néznünk. Mit csinál, mit mondott? Aha, tehát amikor a Yamlandbe szeretnénk eljutni, azt a Den 3-as zónából fogjuk tudni megtenni. Ezt egyelőre nem sokra megyünk vele, de a jövőben ez hasznos lesz. Ah, nincsen olyan csipünk, amivel egyszer el tudjuk intézni mindkettőt, nem mindegy. A francba. Igen, itt ezt mellé nyomtam, kicsit zsíros az ujjam, és ezért többször nyomtam meg a keleténél a lefele gombot. Na mindegy. Elintézzük akkor az ágyúval. Hát ez vicces volt, vagy pillanat. Letörölgetem a kontrollermet, mert tiszta izzadság. Nem, semmi pervezre meg ilyenre nem kell gondolni, nem azért. Ez egy nagyon gyors ütközet lesz. Igen, még annyi az előző epizódban, hogy a Gutsmanről jut eszembe, hogy megszereztük, hogy újra megküzdöttünk Gutsmannel, igen, ezeket az összecsapásokat valószínűleg már soha nem fogjátok látni, mert ahogyan a második alkalommal, most így a harmadik alkalommal is pont az a felvétel ment tönkre, amivel a Gutsmannel megküzdöttem, úgy tűnik, hogy nem kedveli őt a jóisten meg a sors, na mindegy. Igen, itt láthatjátok, hogy olyan jól harcoltam, olyan jól teljesítettem, hogy megszereztem a második számú csípjét. Ami nagyon jó, mert többet sebez, és ugyanúgy összetöri az ellenfél pályáján a mezőket. Így a vírusok ellen olyan sokat nem számít, mármint hogy számít, mert elintézi őket szinte rögtön, de net nevik ellen kimondotta hatékony. Na, látjátok, ez egy biztonságos terület, azt mondják. Nem tudom, mennyire számít biztonságosnak az, ahol az ember 10 másodpercenként vírusokba fut bele, de legalább ezek nem annyira vészes vírusok. Vírus meg vírus sem egyforma, nyilván az ember inkább kapja el mondjuk a náthát, mint a fekete himlőt. Ez egy rossz poén volt, viszont ezeket nagyon gyorsan el fogjuk intézni.
Az a különbség az első részben megkapható Gutsman chipek és a mostani Gutsman chip között, hogy az első részben a Gutsman az mindig, amikor használtuk, az első sorba ugrott, és csak is kizárólag az ellenség, hogy mondjam, kockáit törte össze. Ez itt nyilvánvalóan nem így van, hiszen itt pontosan onnan kezdi a támadástól éppen mi állunk, ami jó is, meg nem is. Mert így a saját pályánkat is össze tudja törni. Viszont kicsit jobban irányítható, jobban helyezgethető. Hát, hogyha egyszer mondjuk az ellenfél átjutna a mi oldalunkra, akkor meg is tudjuk akár itt sebezni. Igen, nyilvánvalóan nem ide akartunk jönni, ez Dex barátunk kompjúter. Látszik a kajás háttérképekből. Itt nem sokat segít szegény Len, meg szegény meg a mense. Csak azt mondják, hogy végezzem a feladatot, de hogy milyen feladatot, hát... Mert itt emlékszem, hogy milyen feladatot, nem arról van szó. Aha. Ő volt az a program, akit meg kellett találnunk. Ez komoly. Hát... Akkor összesen feladat elvégezve, viszont most remélhetőleg, ha minden jól megy, egy Program Advanced-et fogtok látni. Végre összejött. Kíváncsi vagyok, hogy ez mit csinál. Ha jól tudom, ezt csinálja. Hogy ilyenkor akárhányszor tudom alkalmazni az ágyút, kedvem szerint, 5 másodpercig is még a halhatatlanságot is kapok. Ugye ez volt az a kombó, amiről már korábban meséltem. Itt most a vírusok ellen nem sok haszna volt, viszont ha ez egy netnevi ellen jött volna össze, az nagyon jó lett volna. Mondjuk Gutsman, vagy a második részben láthatott... Ezt nem tudom, hogy ilyenkor hogy mondják, mindegy. Quickman ellen. Tehát mondjuk akkor kezdtem volna bele egy ilyen kombóba, amikor éppen ugye sebezhető, ami nem gyakori, azért sajnos nála. Akkor rendesen meg lehetett volna fingatni egy csapásra. Ezek a kombok mindig akkor jönnek össze, amikor egyébként az embernek olyan nagy szüksége nincs rá, de most legalább be tudtam mutatni. Ugye ez egy Program Advance angolul, így hívják az ilyen kombókat. A magyar fordításban pedig, ha jól emlékszem, ezeket úgy hívták, hogy bővített program. Ó, HP memory-t kaptunk ajándékban, na az jó, megdobta a max HP-nkat még. 10-zel, nem 10-zel, hülyeséget mondtam, 20-szal. Szóval ennek örömére akkor én itt most mentek is, mert menteni sosem lehet elégszer, és akkor most elméletileg, nem tudom, hogy mi van a kurzor középen. Na, es. Szóval, elméletileg most már visszamehetünk, és elvégezhetjük a licenc, vagy a engedély, nevezzük inkább így, legyünk magyarosak, a engedély vizsgát. A engedély megszerzéséért irányuló vizsgát. Ez vissza kell mennünk Marine Harborba. Azt megnevezzük tengerészeti kikötőnek. Megpróbálok minden nagyon szépen és művészien lefordítani, ez nem fog mindig sikerülni, mert azért néha sajnos kicsit gyorsabban beszélek, mint ahogy gondolkodok. Na, itt most elméletek képesek leszünk elvégezni a szükséges feladatokat. De azért mentek egyet, biztosan biztos. Hát ez tök jó. Itt is ugyanúgy kell bejelentkezni, vagy becsekkelni, mert ugye az előzőt a B-licensz vizsgát is így kellett tenni, hogy itt be kellett lépni, aztán elvégezni a... úgy tűnik, hogy ő lesz a vizsgáztatónk. Meg a menekze. Hogy mit klikkel, azt nem tudom ilyenkor, na mindegy. Hát, ha már itt vagyunk, szerintem most szeretném letenni a vizsgát. Aha.
Jó, hát ez könnyű, vagy hát nem tudom, hogy mennyire könnyű, de legalábbis erre számítottunk, hogy ez lesz valószínűleg. Inkább ezt úgy csinálom, hogy... És akkor így most ezt is megsebeztük, meg azt is megsebeztük, és ezt most még el is intézi a roll. És akkor a következő körben egy gyors támadással ezt a elintézzük. Amint kinyitja a kis pofáját. Most! Ó-ho-ho, szellem, vírusok. Na, ez kedves. Itt most jó lett volna egy Gutsman. Azon gondolkozok, hogy vajon ez így be fog-e válni. Hát az egyik ellen biztos be fog válni, az, hogy a többiek ellen beválik-e, azt nem tudom. Kíváncsi vagyok valamire. Csak az egyiket kaptam el, a francessembe. Viszont azt csinálom, hogy ezt én ide most lerakom. És akkor így, ha minden jól alakul az időzítés szempontjából, akkor ez fog történni. Ó, Mr. Handic. Ja, nem, várj, az a falakban, nem mindegy. Akkor be, saját fegyverüket fogom bevetni ellenük. És ezzel is intézte őket. Jól van. Fishy vírusok, meg egy tank. Igen, azon gondolkozok, hogy ezek ellen is bevessem-e a Time Bomb chipet. Ó, hát ez ennél jobban nem is ültetett volna el. Hát ezek mondjuk nagyon idegesítőek. Játsszunk meg itt is egy időzített bombát. Próbáljuk meg elérni, hogy akkor robbanjon, amikor még a térfelükön vannak. Hát kettőt elkapott, a harmadikat nem. Viszont ha ez itt landol, akkor... Mindegy, kettő így is meg lesz. Sőt, mi az, hogy nem? Francba. Ez mi a f... De most miért nem a... Jó. Vallom őszintén, itt most nem teljesen értem, hogy mi történt. Nem, mint legalább ezt... Nevi csipeket sem azt? Nálhatunk, vagy most ez mi történik? Vallom őszintén. A franc. Kezdünk bajba lenni. De, hát ha minden jól megy, akkor még ezzel itt... Hát, beszólítottam magamat, viszont nem baj. Megvárom, hogy itt jó helyre ugorjon. Na most elméletek az ágyukkal, majd el fogom tudni intézni. Jó, valami szintén nem értem, hogy miért nem voltak használva se a Gutsman chipek, se a Roll chip. Lehet, hogy van egy ilyen rejtett szabály, amit nagyon figyelmesen átugrottam. Aha. Tehát az a probléma, hogy van két rossz arcú nevi a neten, és le kell őket vadásznunk ilyen fejvadász módjára. Ez nagyon izgalmas. Ennek örömére mentek is annyira izgalmas. Remélem a net alatt ezeket a helyeket értette. Mármint itt a denzónát. A franc. Hát ez szint. Hát nem baj. Nem a legjobb, de lehetett volna sokkal-sokkal rosszabb is.
továbbra sem tudunk erre menni, de legalább tudjuk, hogy itt nincsenek a rossz arcú netnevik. Azok valószínűleg itt lesznek valahol, legalábbis remélem. Ah, itt az egyik. Hűha. Hát nem rossz, nem rossz, nem rossz felhozatal. Csináljunk akkor kezdésnek egy ilyet. Egyik megvan. Ó, oh, igen, 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 itt taktikázni akartam, de ez itt most egy, ez így most nem úgy történt, ahogy elterveztem, fogalmazzunk így. Most elméletek hamarosan alkalmazni fognak egy area lopót. Na, ezt fogják alkalmazni. És akkor én tudok egy ilyet csinálni. Áj, ez mutuska lépés volt részemről. Á, mindegy, megoldjuk, megoldjuk. Á, franc, ez sem beléd is. Na mindegy. Roll. El is intézi, meg életet is tölt. Következő kicsit nehezebb lesz. Lehet, hogy használnom kell pár full energy-t, vagy nem tudom. Ám szintén nem szívesen használnám el ilyenre. Igen, mondta, hogy a partneret nevezzük így. Viszont újra visszacsatlakozok, mert sajnos az életem az gyászosan lecsökkent. Nem vagyok büszke erre, de nevezzük ezt most taktikai visszavonulásnak. Hát ha itt vagyok, megnézem a chipboltot. Igen, említek, vettem egy barrier chipet, amit még nem raktam be. Ez még a múltkor. Igen, ez jó, mert ez, hogyha alkalmazom, akkor egy támadást gyakorlatilag megáll. A meteor chip helyére rakom be, mert bevallom, szintén nem sok azt látom. Jól van. Akkor menjünk is folytatni a munkát. Most már tudom, hogy merre kell menni nagyjából. Inkább azt mondom, hogy merre nem kell menni, azt tudom. Az is számít valamit. Jó kis gacmennel intézzük mind a hármat egyszerre. Újabb ágyú chipet kaptunk, ágyú chip hátán. Kapod egy előjelütnek jobban örülnék mondjuk, mert azzal ugye tudnék még egy kombinációt előállítani. Na már most, ha minden jól megy, akkor itt ez egy hamar véget érő csata lesz. Oké, nem ment minden annyira jól. De mégis hamar jól ment, jó. Oké. Nem lett ez olyan rossz? Ezekből a sok vévekből mindig vagy R vagy J betű chipek jönnek. Tudjuk, hogy itt csak ezeket lehet megszerezni. Pedig biztos ebből is van valami harmadik betű, meg valami kombináció. Igen, Gutsman chipek nagyon jók a vírusírtásra, azért. Hát kivéve, amikor az ember nem tudja őket használni, mint az előbb, olyankor nem annyira. Tehát azért az ritka. De legalábbis általában nem szokott előfordulni, hála a jó égnek. Na, hol lehet ez a másik rossz arcú nevi? Aha. Igen, ezt most azért csináltam így Busterrel, mert kicsit gyakorolni akarom a gyors és koordinált mozgatását a Mega Man-nek, mert hát ebben azért még van hová fejlődnöm, fogalmazzunk így.
Amit érdekesnek találok az az, hogy az előző játékban a Mega Man ágyújának a feltöltődésének két fokozata is volt, amit úgy értem, hogy úgy két fokozat, hogy egy kis kevésbé feltöltött, amikor zölden világít a... csináljuk Gatsmanet, és akkor gyorsan végül lesz. Szóval amikor kevésbé, tehát amikor ilyen kicsit zölden világít ugye a feltöltött ségi csík, vagy nem csík, mert ez nem csík, hanem ilyen kis... amikor ott vibrál, tudjátok, rózsaszínűen a feltöltött ágyú. Tehát az előző játékban volt egy, tehát nem csak ez a rózsaszín verzió volt, amit mostanában láthattok, hanem volt egy zöld is, ami egy picit gyengébb volt, de ettől még hatékony. Na, erről beszélek, tehát amikor ilyen rózsaszínen világít, az ugye a max feltöltöttsége a Mega Busternek, de az előző játékban volt még emellett egy... ezt most majdnem bekaptam ezt a lövést, mindegy. Viszont nagyon úgy tűnik, hogy nem ebben a zónában lesz a net nevi, akit el kell kapnunk. Pillanatra nem jutott eszembe, mit akartam mondani. Ha nagyon sokáig nem találom meg, akkor nyilván vágni fogok, tehát nem foglak teket órák hosszat untatni ezzel. Érdekes, lehet, hogy ott fentebb van. Azt viszont innen nem tudjuk elérni. Ahhoz el kell mennünk. Hova is kell mennünk? A tengerészeti kikötőbe. Látjátok, már így neveztem, nem Marine Harbornak, ahogy egyébként reflexből mondanám. Ja, ezekből mennyi van? És mindegyiket elintézi a Gutsman. És egymás után kapjuk a jó kis shockwave chippeket, amik nagyon jók. Csak egy idő után elegem van belőlük, viszont az se baj, mert arra viszont továbbra is jók lesznek, hogy majd amikor végre megtalálom, hogy hol van a chip trader, ahol ugye beraksz hármat, kikapsz egy újat, oda majd jók lesznek ezek ilyen, vagy milyen becsencselésnek, vagy minek nevezzem ezt. Igen, hát ez most kicsit hülye jött ki, mert most egy olyan sincs, amivel azonnal el tudom intézni az egész bagást. Hát mindegy. Legalább kicsit megsebzem őket. És így már ezekkel el tudom intézni egyszer. Igen, itt már jártunk, tudom. Nem tudom, hogy itt most miért megyek végig. Biztosra mentem. Ezeket a Quake vírusokat annyira utálom, mert nagyon-nagyon meg tudják szivatni az embert. Nem is azzal, hogy most éppen milyen a támadásuk, mert az nem nagy szám. Bár a későbbieknél azért az sem kellemes, hanem az, hogy tönkreteszik az ellenfél pályáját. És ugye ezzel gátolják a mozgását, ami hogy akkor az esetben, hogyha van még ott mellettük olyan vírus, amit nem zavar az, hogy a pálya tönkre van téve, akkor az nagyon-nagyon problémássá tud válni. Na, itt még nem jártunk, legalábbis, hogy mondjam, jártunk már, csak a közben nem jártunk, miközben ezt a netnevit kerestük, úgyhogy hát, ha itt van. Ezt hova vezet? Jaj, már megint ezek. Mit használjunk? Igen, így most a nyugat nem lőttük meg. Na, ez pont tipikusan egy olyan eset, ami nagyon rosszul jön ki ezzel a vírussal. A franc. Ezt eltoltam. Igen, így még egymagukban nem olyan vészesek, a másik legrosszabb, amit nagyon utálok, amikor meg sokan vannak. Ez sem az lesz.
Mert amikor sokan vannak és így folyamatosan rombolják a pályádat, akkor és nem tudod őket azonnal elintézni, akkor rendesen megszívtad. Na már megint ezek ketten. Na se baj, most azért egy Guts menne relatív gyorsasággal. Az egyiket elintézem, a másikat meg legalább megsebzem elég rendesen. Még egy nyuszi chip. Ez itt egy shop. Igen, jól emlékeztem. Jól van. Nem megyek vele sokra, de legalább jól emlékeztem. Vehetnék megint egy HP memóriát. Na, vegyünk egyet, miért ne vegyünk? Azt majd később a következőt. Nem tudom összességében hány ilyen HP memóriát lehet itt összeszedni, de minél több az a HP-nk, annál jobb, mert sajnos annyira még nem vagyok jó ebben a játékban, hogy el tudjam kerülni, főleg a nevi harcokban a sebződést. Igen, azért jobb, amikor azt mondják, hogy hát valahol a neten van két netnevi, intézd el őket. Hát ez rendkívül segítőkész, de azért az net az még ebben a játékban is elég nagy. Ráadásul nem itt van. Igen, ez megint a Kotó tér, gondoltam ide is benézek, mert hát ha itt van a kedves illető, akit el kell intéznünk. Ezeknek a gyírusoknak a chipjét már nagyon megkaphatnám, főleg egy elbetűset közülük, mert az egy újabb ilyen programkombinációhoz vezetne. Bővített programhoz, bocsánat, az animés nevét akarom használni a dolognak. Igen. Hát ez sem a legszerencsésebben kijövő kör, na mindegy. Intézzük el legalább a Metaurt. És akkor azt majd elintézzük a kövi körben valami ennél jobb chippel. Mondjuk ez se rossz. Nagyon nem akar olyan chipet adni. 2000 zenni. Hű, aztán. Ez szép. Az nagyon jó. Na, ott van, ott a vírus. Valami nem vírus, hanem az a rossz arcú net nevi. Előzőből kiindulva valószínűleg azért ezzel itt most lehet, hogy nehézségeink fognak támadni, úgyhogy gyorsan mentettem egyet előre. Hát... Nem mondom, hogy könnyű, de picit nehezebbre számítottam. Bár az a meteor az a meteoros fazon azért az okozhat problémákat. Na, pláne úgyhogy egy tökölövetem magam egy ilyen metaúrral. Jaj, kezdődik. A francesen belétek. Csak rohangáljunk fel alá, akkor nem tudnak elkapni. De nagyon trükkös, tehát hogy nagyon-nagyon trükkös az, hogy itt... a Metaort már itt könnyebb elkerülni. Meg ahogy nézem, az ő meteorjai is úgy működnek, ahogyan egyébként. Már nem kockáztatok, nyomassunk egy Gutsman-t. Gondoltam, sziúsosan befejezem az elektrokarddal, de... ha pont akkor ugrott volna hátra, akkor még egy körig szívtunk volna, ahhoz meg semmi kedvem most.
Na, megkaptuk a B adatot. Igen, látjátok azt a kis mezőcskét ott közvetlenül most előttem? Na, ott van a Quickman-nek a második verziója, amiben a múltkor, az előbb nem láthatott epizódban véletlenül belefutottam. Hát talán jobb, hogy azt nem láttátok, fogalmazzunk így. Úgyhogy az a kihívás, az még, annak a teljesítése még hátra van, mert az nem most fog megtörténni. Ez relatíve jól sikerült, jobban, mint számítottam. Azért akartam eljönni ide a Kotótérre, egyébként mindjárt kicsatlakozok. Csak azért akartam ide eljutni, mert itt hátha van egy jó chipolt. Nem biztos, hogy lesz, meg nem igazán tudom. Bár itt van valami. Igen, ő egy subchip dealer, ő most úgy... Aha, tehát ő bugfregeket kért árul dolgokat. Zeus kalapács, azt a rohadt mennyit sebez. Hát igen, nem csoda, hogy nincsen még 15 bugfregünk, mert ez kicsit ahhoz extrém lenne. Ezek mit csinálnak? Hű, ez mondjuk nagyon jó. Üres mezőkön is állhatnánk. Ez elgondolkodtató. Bár azért ez a Zeus kalapácsra lehet, hogy még gyűjtök. Itt most egyelőre nem veszek semmit, de ez ide még lehet, hogy visszajövünk. Sőt, biztos, hogy visszajövünk. Hűha. Azt, amiket nem árulnak itt. Tűzkard, vízkard, tűz 40. Nagyon szép csippek vannak itt. És még power up-ot is árulnak, bár azt most ez kicsit ahhoz drága nekem. Viszont ezt az aquakardot, meg a tűzkardot, sőt, de valami szerintem még ezt a tűz 40-et is, én ezeket most megveszem, mert ezeket kellenek. Ugye? Aquakard. Minek a helyére rakjam ezt én be? Az a baj, hogy távolsági csipek helyre nagyon nem akarom, mert aztán pont belefutok abba, hogy kellenek, és akkor a közelségi csipekkel nem sokra megyek. Mondjuk ide. A tűzkardot pedig úgy de menőn néz ki ez az illusztráció. És horizontálisan kettőt vág előre, ami nagyon jó. Ilyen chipből, ez viszont akár akkor be is kerülhet valamelyik másik chipnek a helyére, ami hasonló funkciót lát el. Ugye mindig meg kell figyelni, mi az a chip, ami hasonló funkciót lát el, mert akkor mondjuk ennek a sok jönnek a helyére. És ezt a 40-es, plusz 40-es chipet is berakom mondjuk ennek az attack 10-esnek a helyére. Lakulgat ez a chip mappa azért már, rendesen. Igen, én is úgy szoktam játszani, hogy mindig őrizgetem a játékbeli pénzt így a örökké valóságig, de bevallom, hogy szintén itt a Mega Man-be az előző epizódban rájöttem, hogy tök fölösleges. Viszont most, hogy megnéztük a chipboltot, most kicsatlakozok, és visszacsatlakozok. És akkor most már teljesítettük a második próbáját annak a netnevének, aki itt piszkulál minket a mindenféle feladatokkal. És vajon mi lesz a harmadik? Aha, egy másik túlélő. Vírus csata. Jól van, hát kipróbáljuk az új chipünket. Hűha. Ez... azt hiszem tudom mit csinál. Teszteljük le. Jól van, jó volt az elméletem. Igen, meg erre valamiért emlékeztem, hogy ezt csinálja. Hűha. Ez komisz. Ez komisz kombináció, maradjunk annyiban. Azt csinálom, hogy lerakom ezt a bombát. Oda. Jó, ez egész jól sült el meglepően. Ennél rosszabbra számítottam. Aha, ilyen kis... homárok, vagy mi a szar ez? Ez viszont szerencsére most jól jött ki, mert a két Gutsman chip-e lesz most itt relatíve hamarság. Igen, egy pillanatra megijedtem, hogy ugyanúgy nem fogom tudni használni a Gutsman chipeket, mint az előző alkalommal, de rájöttem, hogy fogom tudni. Úgyhogy ez szerencsésen kijött. Hú, a három darab kettes nuszi. Ez így kimondva roppant hülyén hangzott, de... Viszont ezek ellen is jó a Gutsman. Bum, 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 bum.
Aha, nem tudtak megtámadni, kis nyulak. Ez utolsó kör, jól emlékszem? Vagy még van? Új, mondjuk ezek az a jóval keményebb vírusok, mint az előző körök résztvevői. Ajaj. A franc. Rohadt élet. Mindegy, a izét elintéztük, az volt a legkínosabb, mert annak kiszámíthatatlan a mozgása. A többit azt már a bombával elég jól meg tudom fogni szerintem. A felébe. A franc. Ajaj, kezd problémássá válni a dolog. Viszont elkerülendő, hogy itt most nagyon csúnyán törlődjek. Itt most megpróbálom kikerülni a meteorjait, és megvárni, hogy ez történjen, és akkor most megfogom. Papapaf. Jó van. Ez rosszabbul is elsülhetett volna. Megvan az A-licenszünk. Hippi, ügyesek vagyunk, és még egy regápot is kaptunk. Igen, az animében is egy igazi éhenkórász ellen. Nem bűn az, ha valaki szeret enni, én is szeretek, pedig egyáltalán nem vagyok... Értitek. Enni jó dolog. Kulináris élvezetek. Csupa pozitívum. Menjünk a Koyamlandbe. Tudom az utat oda. Ugye innen a Den 3-as zónából fogunk tudni oda eljutni. Denaria 3. És itt lesz a Yamland bejárat. Ott. Tada! Ja, hogy ehhez kellett... Ja, persze, hogy ehhez kellett, csak azt hittem, hogy így függetlenül a sztori haladása szempontjából kell az A-licensz. Hoppá, milyen pofás kis hely. Yamland 1-es zóna. Hűha, ez bajosan hangzik, hogy itt nincs senki. Spreader P. Ez annyira nem olyan számcsip. Jaj, Isten! Jaj, Istenkem! Igen, nem szeretem ezt a fajta vírusba, vallom őszintén. Bár mondjuk ez most roppant szerencsésen kijött. És megkaptuk a vírus csipjét, ami szerintem nem tudom egyelőre, hogy mit csinál, de van egy érzésem, hogy halál pontosan ugyanazt, mint maga a vírus. Úgyhogy én itt most ezt elmentem, mert ezt a chipet mindenféleképpen használni akarom. Aha, így oda pörög, meg repül, meg mindenféle klassz dolgot csinál. Tudom, ezzel nem mondtam sokat. Rakjuk be mondjuk... Még sokkal is valószínűleg. Rakjuk be akkor az egyik ilyen helyről. Hát azt nem fogjuk tudni kinyitni, mert nincsen állakerszop chipünk. Mentek egyet. Menteni sosem állt. Nézzünk körbe. Na, Mr. Handy is van. Az azért jó, mert lehet ezt csinálni. Ez most roppant szerencsésen kijött, mert majdnem rám rakta a bombáját. Micsoda? Net dealer, please stop by. Aha. A net dealereket szeretjük, szereztünk még egy bugfraget. Azt jelenti, hogy ha jól emlékszem, 5 volt a múltkor, tehát van most 6. Tehát azóta net dealer? Hát oda kellene eljutnunk. El is jutottunk. Nézzük meg, hogy mit árul. Ez mi? Hát igen, ez tipikusan egy olyan chip, ami valószínűleg csak online harcokban jó. Ez jó lehet fedezéknek mondjuk. Cold Punch. Hát kicsit jobbra számítottam, de ezek se rosszak, csak nagyon specifikus taktikát igénylő csipek. Igen, az lerakom mindent ezt a bombát, és akkor... Mire azok lőnének, addigra már is intézi őket.
vírusírtásra annyi, abszolút hatékony ez a... ez a bombacsip. Net nevik ellen azért nem mindig, mert azok bizony azért néha el tudnak szaladni előre, főleg úgy, hogy át és lisszannak sutyomban az én pályámra. Próbáljuk ki ezt a csippet, végülis mind a kettő G-bet is hasznos. Még recovery-t is megpróbált használni. A kis hűha, ezt viszont most itt sietni kell, mert különben felrobban a bomba. Ez közel volt. Ez itt mit csinál? Menjünk ide be. Aha, és oda teleportált minket. Milyen jó pofak tömegközlekedés. Yamland 2, beyond this point. Tehát erre. Már itt ide is értünk a Yamland 2-es zónába. Csak azért mentek ilyen gyakorisággal, mert az új zónákban mindig új vírusok is vannak, és nem tudom, hogy nem akarok belefutni egy olyanba, ami aztán meglepés kitöröl. Hoppá, na erről beszéltem. Ráadásul erre ki a franc számított volna most őszintén. Kezdjük ezt a szatellitet, hát ha letarol ezt azt. Oh, hát és hogy letarolt ezt azt? Mondtam, hogy ez a szatellit chip jó. Beakadtam. Ó, egy bug frag! Ha, hogy eldugták? Azért kis trükkös. Na itt most óvatosan, mert az ilyen típusú ilyen ide-oda tologató mezőkkel mindig csak a baj van. Arra nem tudunk menni, jó? Nem baj. Várjunk, csak erről jöttünk. Aha, erről jöttünk. Menjünk erre. Hát most összezavarodtam, hogy mi hogy van. Oda, hogy lehet eljutni? Jaj, megint te. Ha jó időzött az ember, ezeket el tudja kapni. Csak hát nehéz, mert ugye a csata hevében nehéz jó időzíteni. Találtuk a felfelé vezető utat. És meg is... Hoppa! Hoppa, az a terdes, hogy jól látom, Shadowman. Ugye ő az előző játék már egy rejtett főellenség volt, vagy hát nem főellenség, csak egy rejtett ilyen kis netharc. Nem volt azt a mindenségit. Milyen ninjak lánya van. Jó, mondjuk egy ilyen net nevinek nyilván mi másra lenne, de... Aha, ő is a sírkeletnek dolgozik. Bár úgy tűnik, hogy nem olyan elszántsággal, mint az eddigiek. Jaj! Micsoda szám, nincs a leszámolás zajlik itt. Mr. Dark. Hát... eposzi beszélő név, annyi szent. Jaj, milyen drámai. Szegény. Kitöröltök. Hát ez drámai volt. Mondom, a japánoknak egészen más elképzelése van arról, hogy mi számít... gyermekek számára bemutathatónak. Ezt most nem rossz értelemben mondom, bár azért néha cifra elképzeléseik vannak a dolgokról. Hoppá, már megérkeztünk oda, ahova. Valaki nagyon klikkelget. Jesszusom, de csönd van. Ez egy olyan játékban, ahol állandóan van valami háttérzene, az elég ijesztő.
Jaj, de gonosz gondolatok jutottak most eszembe. Nem mindegy. Nincs ott senki az árus pultnál akkor. Nem mindegy. Nem, ilyen csúnyaságokra nem is gondolunk. Na. Itt kell valahol lenni, biztos itt lesz. Aha, ott van. A ház alakú bejárat mögött. Ah, megvagy. Ezt szegényként egyébként sejtettem, hogy csak ő lesz. Valószínűleg. Most figyelmezteti a többi országot. Hát erre no comment. Nem, inkább ne translételje le. Jaj, ahogy, jaj, értem, akkor azt translételje, jó. Hoppá, Cutman! A mindenségit. Ajaj, hát itt most mentek, mert valószínűleg ebből itt egy nagy-nagy nevi harc lesz. Ajaj. Nézzük, hogy mit tud ez a Cutman. Először csináljunk valami relatíve biztosan működő taktikát, egy Gutsman-t. Aha. Jól van. Üdek és komiszer az olló. Ohohoho, miket nem csinál ez. Jól van. Hát semmi baj, ez ennél rosszabbat is láttunk már. Most ez most van egy ötletem. Mégpedig ez? Ha-ha, meg vagy. Igen, ez eddig könnyebb, mint a Quickman volt. Annyi szent, ha bár az ötlet itt most beszorított engem. Hoppá, hát erre nem számítottam, hogy ez ilyet is tud. Na mindegy. Hoppá! Ezt a kört itt kihúzzuk elől, és lesz olyan kedves, hogy megint előre jön. Akkor bevetem ezt. Haha! Most akkor át fog kapni, mint a jó élet. Haha. Igen, ez nem volt annyira bonyolult, amikor az életemből le tudott venni, hogy elég nagy mennyiséget vett le, de az is saját hibámból volt, mert hogy elbambultam, vagy nem is elbambultam, lassú voltam. De drámaian távozott. Jó, ővé volt a ballon. Jaj, szegény. Aha, megtámadták Elektrópia hálózatát. Vagy még nem? Nem, egyedül csak a Yamsquare-t támadták meg, vagy a Yamlandet. Azt szeretem meg, hogy mindig azt mondják, hogy ezek a hálózatok, meg minden, ezek olyan fantasztikus védelemmel ellátottak, és úristen, hogyha ezeket valaki áttöri, akkor ott már milyen kemény ellenfelekről van szó, de bevallom őszintén az animében is, meg itt is ezek valahogy annyira szánalmasnak tűnnek. Ezeket csak az nem töri át, aki nem akarja. Milyen dráma ilyen felvezette. Ő ugye, aki most beszél, ő a Lennek az apja. Ugye a Len Hikarinak az apukája. Ő tervezte meg a ment.
Micsoda net háború fog elkezdődni mindjárt. Elképesztő. Micsoda dráma. Pörögnek az események. Tehát megint el kell majd mennünk a tengerészeti kikötőbe. Elméletileg ott abban az épületben tartózkodik jelenleg a Lennek az apukája. Viszont, mivel 52 percnél járunk, ebben nem beleszámítva az elején a pofázást, mert akkor elfelejtettem elindítani a stoppert, ezért igazából ezt az epizódot itt most még mielőtt bármiféle komolyabb akcióba belekezdenénk, lezárnám. A következő epizódban folytatjuk, valószínűleg ott szembe kell néznünk majd Elektópia ostomával és a vezetőjükkel, Shadow Mannel, a sírkert ügynökével. A magyar mennydörgő akkor itt most ezen elköszönne, legközelebb találkozunk, sziasztok!